gyülekezetet. Thank you for this church. Köszönjük a testvéreket. Thank you for our brothers and sisters. Köszönjük neked a pásztorunkat. Thank you for our pastor. És arra kérünk, drága Urunk. And we ask you, precious Lord. Kent fel ezt a mai estét. Anoint this evening. Uram, legyél közöttünk. Lord, be among us. Áld meg az estét, Uram. Bless this evening, Lord. Gondoskodj minden részletről. Provide for every details. Kent fel a zenészeket. Anoint the musicians. Prédikátort, Uram. The preacher. Csak köszönjük neked. We thank you. Köszönjük, Urunk, hogy gondot viselsz ránk. Thank you, Lord, that you provide for us. És köszönjük, hogy ilyen mérhetetlenül szeretsz minket. Thank you that you love us. Te drága szent nevedben. In your precious and holy name. Amen. Amen. Good evening, everyone. Please stand up. Jó vagytok ma este? Are you okay? Annyira jó itt lenni. It's so great to be here. Az Isten házában. The service in the house of the Lord. És Isten fog szólni ma este. God will speak. És most igazából készülünk erre. És készítjünk fel mi szívünket. For this and we prepare our hearts. És akkor lehet tapsolni. And you can clap. Énekelni. Sing. Bátran. Jó, akkor kezdjünk egy imával. So let's start with a prayer. Menj, Atyánk, csak áld meg ezt az egész Isten tiszteletet. Please just bless this whole service. Áld meg most ez a dicsőítést. Please bless the worship now. Köszönjünk neked. We thank you. Szeretünk téged. We love you. És imádkozunk a drága szent nevedbe. We pray in your precious Amen. Holy name. Amen. Amen. Közel jött hozzád.
csak forduljatok egymáshoz, és csak üdvözöltek valakit, akit lehet, hogy még nem találkoztam ma vele, és csak bátoríts ezt az embert. Gyertek vissza, énekeljünk, dicsérjük az Urat! Dicsérem őt szent éven, dicsérem őt reggel, délben, este, szente légy engem. Dicsérem őt erejét, hatalmáért, kegyelmét látom, ő a király. Szeretünk téged teljes szívvel. Te vagy az út, az igazság, az élet. You are the way, the truth, te vagy a válasz. Life.
Te vagy a szeretet, Te vagy az irgalom. Köszönjük Téged, köszönjük, dicsérünk Téged, Jézus. Csak beszélj az Úrral, imádkozz valakiért, aki fontos az életedben. Imádkozz hittel. Jézus, dicsérünk. Szent vagy. You are holy. Szent az Úr. Holy is the Lord. Szent vagy, szent vagy, ó Uram. Amen. És a föld rólad énekel. Eljön minden népsd dicsér. Hódolnak mind a nemzetek. Minden tér meghajol, s minden nyelv meg. Köszönjük az új életet. Köszönjük Jézus. Te vagy a mi királyunk. Te vagy a mindenünk. Szeretünk téged. Halleluja.
tiéd a trón, Jézus. The throne belongs to you, Jesus. Te vagy a király. Yes, you are the king. Köszönjünk. We thank you. Kérem, áld meg a te gyülekezetet ma we este. We ask you to bless your church tonight. Beszélj hozzánk személyesen. Talk to us personally. Taníts minket. Teach us. A te igédből. From your word. Szükségünk van rád. We need you. Jézus. Jesus. Te drága szent nevedbe imádkozunk. We pray in your precious and holy name. Amen. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Please be seated. Szervusztok, jó estét! Még egyszer. Hi, good evening. Isten hozott mindnyájunkat. Welcome everyone. Hála az Úrnak újra együtt a család. Thank God the family is together again. És várakozásunk van, hogy and we have an expectation. Isten az Atya szól hozzánk. That God the Father is going to speak to us. És szeretnénk köszönteni azokat, akik most vannak körünkben először. And we would like to greet those who are here for the first time. Ha most van először Biblia szól Isten tiszteleten, akkor kérném szépen, hogy egy pillanatra tegye fel a kezét, vagy az lenne a legjobb, ha fel is állna. If this is your first time here, then please just stand up for a moment. Isten hozta önöket, egy kis apró ajándékot szeretnénk adni, úgyhogy we pillanatra like maradjanak állva. Köszönjük, Isten hozta önöket. Give you a little gift. És csak reménykedünk abban, hogy szokásukká válik ez. We just hope that it will become a habit of yours to come. És, hogyha véletlenül a mobiltelefonodat bekapcsolva felejtetted, and if you have left your cell phone on, akkor ezt korrigáld, légy szíves, then please kapcsold correct ki, this mistake and switch it off, or put it in the silent mode. És már csak annyi tisztségem van, hogy and my only felhívjam a figyelmet mindenkinek arra, hogy responsibility here is este ima alkalom lesz. To draw your attention to the fact that on Friday evening we are going to have a prayer meeting and everyone is welcome. Köszönöm. Thank you. Jó estét, szervusztok. Good evening. Hi again. Újra meg újra. Again and again tonight. És nagyszerű hétvégénk volt az Úrral, nem? We had a great weekend with the Lord, right? Igazán nagyszerű volt, meg volt a it was really great. Meg volt a színdarab. We had everything. We had our play. Meg volt a piknikünk az esővel. We had our picnic in the rain. Szokásos módon. You know, as usual. És de azért jó volt. But it was good. Aztán szárogathattuk magunkat. Then we could just dry up. De a színdarab nagyon áldott volt. But the play és was nagyon really köszönjük blessed. Mindenkinek, aki részt vett benne. Thank you very much to everybody who a szereplőknek. The actors, actresses, mindenkinek, everybody. És annyira áldott volt. It was so blessed. És Isten valóban használta sokak életében. And God really used it in many people's lives. Örülünk, és tényleg csak nagyszerű volt látni a gyülekezetet, együtt and szolgálni. It was just great to see the church ministering ahogy, together. Ahogy mindenki felé szolgáltunk, szolgáltatok együtt. To everybody, aki we were ministering eljött, together. Bátorítottuk őket, you know, ahogy the people who came, szolgáltunk we were encouraging feléjük them, az Úrral. We were ministering to them és with the Lord. Köszönöm. And thank you very much. Meghívni embereket, with the invitation cards, volt, inviting people, it was really blessed. Csak igazán nagyon köszönöm, hogy itt benne voltatok ebben. Thank you really that you were és a part of this. És tényleg pizza feljönni, hogy hallunk róla egy bizonyságot. We are going to hear a testimony about the play. De csak még mielőtt pizza mondaná ezt, but before that, amíg fölér, as she's coming up, csak így mondanám, hogy május 7-én I would like to tell you that on the 7th of May, tudjátok, lesz egy Káris támogatói vacsoránk, you know that we are going to have a dinner supporting Káris, and I would like to encourage gyere, you és támogasd a Káris to come and support the Káris school. Részben ez arról szól, hogy meghívni embereket, akiknek ez érdekes lehet, vagy and akiknek elmondhatjuk, hogy milyen drága és milyen fontos ez az iskola. This is partly inviting people to whom it would be interesting and to whom we could tell how interesting this, how important this school is. De hogyha nem tudsz senkit meghívni, akkor is kérlek, hogy gyere el. But if you can't invite anyone, then please just come. Az alkalom után lehet venni jegyet rá, 1400 forint, ezen semmi haszon nincs, ez nem támogatás a Kárisznak. After the service you can buy a ticket for it, it's 1400 forint and it's
it's only support for Caris. Ez nem támogatás a Caris. No, I'm sorry, it's not a support for Caris. This is only the price of the food. De egy nagyszerű esténk lesz. But we are going to have a great evening with a program, message with children. Árveréssel, de ha nem tudsz venni, akkor is gyere nyugodtan. And even if you can't buy anything, just come. Gyere nyugodtan, és támogasd a jelenléteddel. And support this event with your presence. Let's be there together. And the testimony. Sziasztok, tesók! Hi, brothers and sisters! Egy pár csoda, ami történt velem, így ezzel kapcsolatban a darabbal. Just a couple of miracles that have happened to me. Vagy ajándék. With this play or a gift. Az első az, amit Pastor Kende is említett. The first thing is that Pastor Kende also mentioned. A Krisztus teste élete. Az, the life hogy, of the body of Christ. Az, hogy együtt csinálunk valamit, ami több, mint mi vagyunk, de mégis mi vagyunk benne emberek, és hogy that we do something together that is more than us, but still it's us people there. És hogy van odafigyelés és törődés egymás felé. And there's caring and attention, we pay attention to one another. És a másik az, hogy Isten elhozott egy srácot, akivel évekkel ezelőtt beszélgettünk az utcán. And the other thing is that God brought a guy with whom we talked on the street years ago. Igen, és tegnap ott volt az alapokon. And yesterday he was there at the foundations class. És ő mondta, hogy én ismerlek téged. And he told me that he said I know you. És hogy beszélgettél velem valamikor az utcán. You were talking to me sometime on the street. És Jehova voltál. And you were Jehovah's Witness. Szóval valamit vagy nagyon elrontottam a beszélgetésben. So vagy. I think I really blew something, you know, when I was talking vagy to him. I made a mistake. Miatt, or just because of the similarities. Hogy ők is kimennek az utcára, meg mi is that they also go out on the streets to talk to people. És, and we do too. Egy másik ajándék, and another vasárnap este gift volt. That was on Sunday evening. Ahogy egy kínai srác is besétált azon az ajtón. That a Chinese boy came, aki a GGIS-be jár, who goes to GGIS. És ez nekem külön ajándék. And for me it's a special gift. És tudtam beszélgetni vele, meg fordítani neki. I could translate for him. Nem kínaira, de unfortunately not to Chinese, but de tök jó volt. But it was really great. És aztán az utolsó az, hogy tegnap egy másik férfi az szintén az alapokon. And the last thing that yesterday on the foundations class another man azt mondta, hogy ezt az előadást minden hónapban elő kéne adni, és hogy ezt a színdarabot. That this play should be performed every month. Mert hogy annyira tisztán átadta az üzenetet. Because it transmitted the message, it gave the message so greatly. És biztos, hogy nagy sikere lenne máskor is. And it's for sure that it would have great success at other times too. Következő ajándék, hogy ez az ember most is itt van. And the next és nagyon örülök neki. Is that this person is here today and I'm very happy about that. This is my testimony. Tényleg, ha már vicca fölhozta, ha az elmúlt évben jöttél a gyülekezetbe, so if you came to the church in the past year, még nem jártál alapokra, nem jársz bibliaiskolába, akkor hívlak téged. And you're not yet going to Bible school or to this foundations class, then I'm inviting you. Keddenként van 6 it's órától egy alkalom, hogy from 6 p.m. rövid tanítás, beszélgetés, it's kérdések. A short teaching, szeretnék vele találkozni questions. Az alkalom után, és I would like to meghívni. Meet you after this service and I would like to invite okay. You. Hogy vagytok? How are you? Rendben vagytok? Are hálásak you okay? Vagytok? Arra are you tudom, thankful? Hogy te jól vagy, igen. Okay, akkor hányan lennétek nagyon szomorúak és nagyon letörtek a Pastor Borcit, meg kéne hallgatni. How many of you would be really sad and depressed if you had to listen to Pastor Borci? Köszönöm. Thank you. Szervusztok. Hi. Szia Edmond. Hi Edmond. Rég találkoztunk. Okay. Szeretném, hogy hodolapoznátok a János 20-hoz. I would like you to turn to John 20. Ott a harmadik vers. Verse
Már János evangéliumát megtaláltam. I've already found the Gospel of John. Azt mondja, hogy kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. Együtt futnak vala pedig mindketten. So they both ran together. De ama másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jut a sírhoz. And the other disciple outran Peter and came to the tomb first. És lehajolván látá, hogy ott vannak a lepedők, mindazonáltal nem megy vala be. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he didn't go in. Megjövő azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba, és látá, hogy a lepedők ott vannak. Then Simon Peter came following him and went into the tomb and he saw the linen clothes lying there. Ez a kérdésem. And this is my question. Mikor volt utoljára, amikor futottál? When was the last time you ran? Értem, nem valami busz után futottál. I mean not after the bus. Sietni kell. Or you had to hurry. These don't count. Hanem úgy Jézussal futottál, vagy Jézusért futottál. But running with Jesus, or you were running for Jesus. Mikor volt az, amikor hallottál egy hírt? When you heard some news. And you said, I have to see this. I have to see this. Nem sétálunk. But you're not walking, you know. Igazi, megnézed a evangéliumokat, meg az apostolok cselekedetét. But if you look at the Gospels and the Acts. Nem voltak ezek olyan nagyon kapkodós idegbetegek. You know, these people weren't really in a hurry, you know. Neknek volt idejük. They had time. Nem volt autójuk. They had no cars. Nem volt repülőjük. They didn't have any airplane. Nem ír róla az Új Szövetség. At least the New Testament doesn't say about it. Say anything about it. Elmászkáltak. But they were just walking around. Történt valami. But something happened. És ez a két ember ez futott. And these two guys were running. Látom, hogy ez nem hoz izgalomba titeket. And I can see you're not so excited about this. Megpróbálom még egyszer elmondani. Okay, I try to tell you the story again. Péter futott. Peter was running. És János futott. And John was running. És nem volt semmi udvariasság. And they were not polite at all, you know, towards each other. Mennyire kell izgatottnak lenni ahhoz, hogy fussunk. How excited should we be in order to be able to run? This is what I want you to understand. Milyen hírt kell, hogy halljunk ahhoz, what hogy fussunk. What news do we have to hear so that it would make us run? És tudod, futunk együtt a Pásztor Atival. We are running together with Pastor Ati. Udvariasak vagyunk, and we are polite, meg tudom, hogy együtt azért jobb. And together it's better. Valami bizonytalan dolgot fogunk látni. We are going to see something insecure, not de még sure. Semmi udvariasság nincs Jánosban. But there's no politeness semmi in mérlegelés. John. He doesn't fut. Count. Leelőzi. Things, but és aztán Péterben sincsen túl sok udvariasság. He runs and outruns Peter, and Peter is not polite either. Ott kukkol János a sír szélénél. But John is peeping, you know, next to Péter. The tomb. Péter előkint bemegy a sírba. Pulls him aside and goes into the tomb. Felméri a terepet. Nem tudom, értitek ezt? And you know, looks at the thing. I don't know if you have, if you understand this or not. Önmagában is jó. But in itself, it's a good thing. Mi szeretnék még mondani? But what I would like to say. Azt mondja Pál. Is this? Efézus 20:24-ben. Paul says in Ephesians 20:24. Semmivel sem gondolok. That I think about nothing else. Még az én életem sem drága én nékem. Even my life is not too precious for me. Csak hogy a futásomat megfuthassam örömmel. But I want to run the race with joy. Mi az, amit olyan hamar elveszítünk? What is the thing that we lose so soon? Futunk Krisztus, esetleg futunk Krisztussal. Maybe we are running with Christ. De van-e ebbe öröm? But is there joy in it? Tudjuk-e élvezni azt, amit csinálunk? Can we enjoy what we do? A körülményektől függetlenül. Regardless of the circumstances. És azt gondoltam, hogy ennyit mondok nektek. And I thought this is what I was going to say. Olyan híreket hallunk. That we hear such news. Hétről hétre. Week by week. Amik arra késztetnek bennünket, hogy fussunk. That make us run. Kitartással. With persistence. És figyelj, még and valami. And listen, one more thing. Ez Zsidó 12:1, hogy kitartással fussuk meg a előttünk lévő küzdőteret. It's in Hebrews 12:1 that we should run the race with persistence. 1 Korintus
9:26. And in 1 Corinthians 9:26. Ez nagy forradalmi. This is revolutionary. Are you ready? Na, hogy kivetítsen még mielőtt mondom. Don't project it until I say it. Azt mondja, hogy nem valami bizonytalanra futok. It says that I'm not running towards something insecure. Ez a világ annyi mindent fog felkínálni nekünk. Something that is not sure, because this world will offer so many things for us. Úgyhogy figyelj, ez biztos. Fussál ezzel. And it will say, ez biztos. This is sure. Run with this. This is sure. Ez a világ részéről úgy hívják, hogy marketing. And this is called marketing. Ez nem feltétlenül kell elhinned. And the part of the word. And you're not necessarily, you don't necessarily have to believe that. De azt mondja Pál, hogy ő úgy fut, mint aki nem valami bizonytalan cél felé fut. But Paul says that he's running as towards not something unsure. És egyetlen biztos pontot ismerek az univerzumban. And I can only know one sure point in the universe, and this is Jesus Christ. And we are running towards him. És ő hozzá. And we are running to him. Amen. Amen. Urom, kérünk, hogy áld meg ezt a gondolatot a szívünkhöz. Lord, we ask you to bless this thought to our hearts. És kérünk, hogy áld meg a pásztornak az üzenetét. And bless the message of the pastor. A drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Jó volt a hossza. Bármi történhet itt.
és én csak dicsérlek. Magasztallak téged, Uram, dicsérlek, és én csak dicsérlek. Magasztallak. Cliff Olson, who's here from Romania. Szeretnénk köszönteni Cliff Olsont, aki Romániából van itt. This is the time of the offering, Cliff. Ez a felajánlás ideje. This is when we gather money together specifically for the work of God that our church is doing. És ez az, amikor pénzt gyűjtünk össze közösen konkrétan Isten munkájára. So if you feel like you're a part of the work of God that this church is doing, this is the time for the offering. Amit ez a gyülekezet csinál, és hogyha részének érzed magad Isten munkájának, annak a munkának, amit a gyülekezet végez itt, akkor adj. There's a lot of things we could talk about as far as the doctrine of tithing and giving goes. És nagyon sok mindenről beszélhetünk a tized és az adakozás témájával kapcsolatban. But maybe we could just look at three verses from Romans chapter 8. De talán megnézhetnénk három verset Róma 8-ból. I'm going to translate English to English. Angolról angolra fogok fordítani most. It says in Romans chapter 8 verse 4 that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the spirit. Róma 8:4-ben ezt mondja, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem a szellem szerint. In verse 11. 11. versben. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által. And then over in verse 37. És a 37. versben. It says, no, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Ezt mondja, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Science fiction talks about parallel universes. A sci-fi, a tudományos fantasztikus filmek a párhuzamos univerzumokról beszélnek. Right, in one universe I came here to Hungary and I stayed, and in another universe I stayed in America. És az egyik univerzumban én idejöttem Magyarországra és itt lakom, a másik univerzumban pedig Amerikában maradtam. They would say that there are two realities. Azt mondanák, hogy két valóság van. And we can look at the scriptures the same way. És ugyanígy rátekinthetünk az írásra is. That I am not able through the spirit to fulfill the law of God. Hogy
hogy nem vagyok képes Isten törvényét betölteni. That I am not able to have resurrection life in my body. Hogy nem vagyok képes arra, hogy feltámadási élet legyen a testemben. That I'm not really a conqueror. Hogyha erre nem vagyok képes, akkor igazából nem diadalmaskodom. It's on paper only. Ez csak a papíron van így. It's like a different universe. Ez olyan, mint egy másik világegyetem. This is the way God sees life. Isten látja így a dolgokat. But I see life a little bit differently. De én egy kicsit máshogy látom az életet. But I want to tell you that this is not true. De szeretném elmondani nektek, hogy ez nem igaz. That the victory that I have in Christ is not a paper victory. Hogy a győzelem, amivel rendelkezünk Krisztusban, az nem csak egy papíron lévő győzelem. That as I live in the Spirit, I really can live with the righteousness of God. Hogy ahogy a szellemben élek, tényleg élhetek Isten igazságában. Really. Tényleg. And people look at money the same way. És az emberek ugyanígy tekintenek a pénzre is. There's like good money and bad money. Azt mondják, hogy van jó pénz és rossz pénz. But all of my money goes to serve the Lord. De igazából az összes pénzem arra megy, hogy az Urat szolgálja. Because paying my rent glorifies God. Azért, mert ha számláimat kifizetem a lakbért, akkor az Isten dicsőíti. And buying my food glorifies God. És hogyha megveszem az ételemet, az is Isten dicsőíti. And providing for the work of the Lord directly glorifies God. És ha közvetlenül gondoskodom Isten munkájáról, akkor az is dicsőíti Istent. Just as in our life we are spiritual, not spiritual sometimes on Sunday and carnal otherwise. Ugyanúgy, hogy az életünkben is szellemiek vagyunk, nem úgy van, hogy vasárnap néha szellemiek vagyunk, egyébként pedig testiek. But by the grace of God we have a real victory and we live a life of victory. De Isten kegyelméből igazi győzelmünk van, és egy győzelmi életet élhetünk. So let's pray for the offering. Imádkozzunk a felajánlásért. Lord, we thank you that you have provided for us. Urunk, köszönjük, hogy gondoskodtál számunkra. And you have given what we need to provide back for the work of the Lord. És hogy megadtad nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy mi is gondoskodjunk a te munkádról. We pray that you would bless and magnify this gift. Imádkozunk, hogy áld meg és sokszorozd meg ezt az ajándékot. That you would multiply it. Hogy sokszorozd meg azt. So that your will may be done. Azért, hogy a te akaratod végbe mehessen. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. If you had not come, tender baby king, and humbly left your throne to reach someone like me, if you had not walked upon this broken ground, where on earth would I be now, if you had not come. If you had not come to seek the sick and lame, to set the captive free, to break the prisoner's chains, I'd still be in the dark, grappling for the door, longing for some way, somehow. But love came for me, love rescued me, love called my name, love took my place, sweet Lamb of God, I'm bowing down, my eyes have seen, I'm finally free.
If you had not come, willing spotless lamb, my sin would be too much for you to take me as I am. For all the blood of Christ that washes over me, flowing from your hands, your feet. I don't have to worry where I've been, 'cause love came for me. Love rescued me. Love called my name. Love took my place. Sweet Lamb of God, I'm bowing down. My eyes have seen. I'm finally free. Love came for me. This manger came my everything. Love came for me. Igazából még van egy 3-4 óránk, de annyit nem akarok beszélni. Micsoda áldás ez, nem, hogy hallottunk, nézzük. What a blessing. What blessing we heard. Volt egy üzenetünk a Pastor Jimtől. We had a message from Pastor Jim. Hogy a győzelmünk nem csak papírforma szerint győzelem. That our victory is not only victory on paper. Hanem valóban. But in fact, indeed. Aztán nézzük csak. Pastor Borci. And Pastor Borci. Izgatottak vagyunk az élet felől, amit kaptunk. That we are excited about the life we have received, amen. Aztán amit Vica mondott. And then what Vica said. Az egy nagyszerű hozzászámolni az ajándékainkat, amiket Isten adott nekünk a napok során. What a great attitude that is counting the blessings and gifts that God has given to us. Aztán amit most a Gabi énekelt. And then what Gabi sang. Szeretet eljött értem. Love came for me. Aztán a srácok. And then. A dalok és the guys and the songs. És csak annyira nagyszerű, nem? And it's just so great, right? To be together, glory to God, really. Hallani őt tőle. Just to hear from him. És közösségben lenni őben. And to be in fellowship in him. Kérlek, hogy álljatok fel. Please stand up. És lapozzatok egy Mózes 31-hez. Genesis 31. Van egy érdekes történet. Here's an interesting story. És ebben a történetben. And in this story. Igazából Jákobot látjuk. We can see Jacob. És Lábánt. And Laban. És Jákobnak ő az apósa. And he is the father-in-law of Jacob. És nincsenek nagyon jóban. And they are not really getting on. De mielőtt olvasnánk. But before we read it. Kérlek, győződj meg róla, hogy a melletted lévő ébren van. Please make sure that your neighbor is still awake. Áll esetleg, bács vele egy pár szót. They are not standing like sleeping, just talk to them. Kérdezz meg tőle, a little bit, ask them if they are awake and how they are. Akkor ébren van mindenki? Is everybody okay. Awake? Nagyszerű, jó. All right, van, great. Jó van, akkor egy talán olvassunk el egyetlen részt innen, egy Mózes 31. Let's read one portion from here, Genesis 31.
13. vers. Verse 13. Ami nem lesz benne az üzenetben, de jó jellemzője lenne az üzenetnek. Which will not be included in the message, but it would characterize the message well. Azt mondja, én vagyok a ma Bethelnek Istene, ahol emlékoszlopot kentél fel, és ahol fogadást tettél nékem. Most kelj fel, menj ki a földről, és térj vissza a szülőföldedre. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar, and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land, and return to the land of your kindred. És a történet, and the story, az, hogy Jákob elment, és feleséget akart venni magának. Is that Jacob went and wanted to get a wife. Az ember 7 évet kért a feleségért. And this guy asked for 7 years for the wife. Dolgozott. So he worked for 7 years. Aztán egy másik lányát adta neki. And then Laban gave his other daughter to Jacob. És Jákob volt a csaló kettőjük közül. And Jacob was the cheater, you know, from the two. És aztán utána még 7 évet dolgozott a másikért. Nem megyünk bele a bigámiába, most hagyjuk ezt. He worked 7 more years for the other daughter, and we are not going to talk about bigamy. És aztán utána még 6 évet dolgozott. And then an extra 6 years he worked. Azért, hogy nyájai is legyenek. So that he would have a flock. 20 évet dolgozott. So altogether he worked 20 years. És ez alatt azt mondja, hogy 10-szer változtatta meg a bérét az apósa, ahogy and éppen jónak tűnt. During this time his wage changed 10 times, you know, as it fitted his father-in-law. 10-szer próbálta meg kicsalni a munkája eredményéből. And He tried to cheat him with the result of his work. De nem sikerült, mert Isten vele volt. He didn't manage to, because God was with Jacob, and this is what we can see in this verse. Isten vele volt. That God was with him all through it. És így a hívőről szeretnék beszélni, és ebben a történetben. I want to talk about the believer, and in this story. Három dolgot felhoznék. I would like to bring up three things that are important for us. De ami ezután történik, but what happens after hogy this? Hogy Lábántól félve Jákob fölpakolja a családját, és anélkül szólna bárkinek, úgy megindul a nyájaival, meg a családjaival. Is that Jacob is afraid of Laban, so he gets his family and he sets off with his flock and everything, he leaves. És ez a, innen indulunk, oké, okay, menjél, so this is where we start out from. Köszönjük mindazt, amit hallottunk. Heavenly Father, thank you for everything hálásak that we have vagyunk, heard. Hogy itt lehetünk egy szerdán. We are thankful that we can be here on a Wednesday. Köszönjük, Urunk, hogy közösségben lehetünk. Thank you, Lord, that we can be in fellowship. We can believe together. Együtt hallhatunk. We can hear together. Kérjük, hogy eleveníts meg minket. We ask you to quicken us. Urunk, nem akarunk Lord, továbbra sem aludni. We don't want to sleep. Hanem rád szeretnénk hallgatni. But we want to listen to you. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Please speak to us. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Foglaltok helyet. Please be seated. Az első dolog, amit látunk, so the first thing that we can see here, a 31. fejezetben, in chapter 31, az, hogy micsoda ellentét van közöttük. Is like what a contrast there is between the two. Hogy nem tudnak jót gondolni egymásról. They can't think anything good about the other. Ha megnézzük a 26. verset, if you take a look at verse 26, azt mondja Lábán Jákobnak, Laban said to Jacob, mert az apósa utána ment persze, because of course his father-in-law followed him, és nem jó indulattal ment utána. And he wasn't benevolent. De Isten közben nyúlt ennek is. But God reached in. Úgyhogy most már beszélgetnek. So now they are talking. És Lábán azt mondja neki, mit cselekedtél, hogy megloptad a szívemet és leányaimat, fegyverrel nyert foglyokként vitted el? And Laban said to Jacob, what have you done that you have stolen away unknown to me and carried away my daughters like captives taken with the sword. És Lábán azt mondja, and Laban says, elroboltad a lányaimat. You miről beszélsz? Kidnapped my daughters. What are you talking about? Lábán, miről beszélsz? Laban, what are you talking fickó about? 7 évet dolgozott mindegyikért. The guy worked 7 years for each. Tudod, és szó sincs erről, mentek maguktól. You know, it's not that they were going by themselves, you know, they wanted to go, but Laban nem tudott bízni Jákobban. Trust Jacob. És aztán ugyanezt látjuk. And the same thing we Jákob can is, ahogy beszél vele. As Jacob talks to him. Beszél vele a 41. versben, hogy Jákob se tud róla jót gondolni. That Jacob can't think anything good és of Laban either. És amikor esküt tesznek egymásnak. And when they akkor make an oath az 50. to versben, each other, then in verse 50, Lábán megint azt mondja neki. Laban says to Jacob again. Világosan elmondja, hogy nem bízom benned semennyire. He tells him clearly that I don't trust you. Azt mondja, ha nyomorgatod őket,
más feleségeket veszel, oly, tudod. He says if you afflict my daughters or if you take other wives. Egyszerűen nem tudod bízni benne. He just couldn't trust Jacob. És ez egy idióta hozzáállás persze. And this is an idiotic attitude, mert, of course. Mert ez nem működik. Because it doesn't work in the family. Ez így nem lehet. It can't be so. De akárhogy is itt egy ellentétet anyways, látunk. We can see a conflict here. És az ellentét and the conflict az a szellemi is the spiritual és a természeti vagy between a szellemi the spiritual és a and the natural or the spiritual and the carnal között van az between új ember these two, the new man és a régi természet and the old nature igazából in fact, hogy a szellemi és a természeti a szemben áll egymással and the spiritual and the natural are opposed Isten to akarata, each other the will of God és amerre magától természetszerűleg vinne engem a szívem az nem megy egy irányba and where my heart would naturally bring me or take me these can't go in the same direction Galácia 5:17-ben Galatians 5:17 Pál úgy ír erről this is how Paul writes hogy, about hogy azt mondja ezek küzdenek egymással he says they are fighting még against each other is. Even in the believer kaptunk egy új természetet because we have received a new nature hittünk, when we believed in Christ természet, but there's the old nature kettő harcol egymással and the two are fighting against each other and they can't get along az a vers azt mondja And this olyan a dolog, mint egy állóháború. That this verse says that this is like a standing war. Hogy meg vannak ásva az árkok és lövöldöznek egymásra. That you know they have these trenches are dug and és lövöldöznek and egymásra. They are shooting at each other. És nem tudnak egyet érteni. And they can't agree. A régi és az új. The old és one and the new. And this Jákobnak is what we can see. Az életében ott van Isten egyértelműen. God is there in the life of Jacob. It's obvious, but he's not there in Laban's life. És ketten nem tudnak bízni egymásban. Nem tudnak egyet érteni. The two of them they can't trust each other. They can't agree. They can't walk together. It's impossible for them. If we went back, nem kell visszamennünk, de egy Mózes 21-ben. But in Genesis 21, 9. versben, in verse 9, azt olvassuk, hogy Ismael, we read that Ishmael, az elsőszülött, the firstborn, aki a természetinek a jelképe, who is the symbol of the natural, was mocking the one who was born second, Izsákot, Isaac, gúnyolta őt, he was mocking him, nevetett rajta, he was laughing és at ilyen him, a viszony, and this is the relationship. A természeti azt mondja, the natural says, én voltam itt előbb, I was here first. Én vagyok az igazi. I am the real one. Azt mondja Ismael. And én Ishmael tudom, says, hogy mennek a dolgok. I know how én vagyok work. Az elsőszülött. I am the firstborn. Én számítok. I matter. És ez érdekes. And this is interesting. Mert 1 Korintus 15:46. Because in 1 Corinthians 15:46. Azt olvassuk. We can read hogy a természeti van előbb, és utána a szellemi. That the natural is first and then the spiritual. És ez érdekes, mert ugye and így this volt. Is interesting because this is how it was. Ugye Ádám, you know, Adam, egy Mózes 3-ban elbukott. In Genesis 3 he fell. De utána jött egy másik Ádám. But then another Adam came. Akit úgy hívnak, hogy Krisztus. Who is called Christ. De Ádám volt itt előbb. But Adam was here first. Az első. The first one. Az utolsó Ádám később jött. And the last Adam came later. És a természeti azt mondja. And the natural says, mit van neked? What do you have? Ugyan mit van neked? What do you have? Ugyan mit van neked? What do you have? Hogy leélsz 20 évet Krisztus nélkül. That you lived 20 years without Christ or 30 years or God forbid, aztán megismered őt. Then you get to know him. És a régi természet azt mondja. And the old nature says. Ugyan. Come on. Én voltam itt régebben. I was here first. Én voltam itt előbb. I was here én first. Tudom, miről beszélek. I know what I'm talking amikor about. Amikor jön egy nehéz helyzet. When a tough situation amikor comes. Amikor ott van egy kritikus helyzet. When there's a critical kihívás, situation, a challenge. És akkor az első. And the first. Ott a reakcióm. Reaction haragból, is there. A természeti. You know, out of anger, the natural. Az, aki volnék eredetileg. Who I would be, you know, originally. És akkor ez azt mondja, hogy én tudom, mit kell csinálni. And it says, I know what oda to do. Oda kell csapni, meg kell mondani, you kell hozni egy hirtelen you know, döntést. You have to, you have to make a rash decision, you have to make a soulish decision. És azt mondja, én tudom, mit akarok. And it says, I know what I want. És eltart egy darabig. And it takes a while. Amíg meghallom a Szent Szellemnek azt a gyengét hangját. Until I hear the small, tender voice of the Holy Spirit. Ésaiás 30:21-ben. In Isaiah 30:21. Hogy figyelj. Listen. Egy kicsit elfordultál az úttól. You have turned away from the road van a little bit. Van egy jobb utam a számodra. I have a better way for you. This is the way. Walk on it. És eltart egy darabig, amíg and meghallom ezt. Takes a while for me to hear this. De. But. De.
But ennek van jövője. This is what ennek van élete. Has future and it has life. 1 Korintus 12-től 14-ig abban from a három fejezetben. 1 Corinthians from chapter 12 to chapter 14 in these three chapters. Beszél a korintusiakhoz. Paul talks to the Corinthians. És arról beszél, and he talks about this. Hogy a korintusiak rosszul használták a szellemi ajándékokat. That the Corinthians were using their spiritual gifts in the wrong way. Hogy először egy fejezeten át igazítgatja őket ki, hogy ezt ne így, ezt ne így, ezt ne így. So Paul throughout a whole chapter he's correcting them like this is how you should do this, this is how you shouldn't do this. És aztán egyszer csak azt mondja. And then de figyeljetek, he just says, but listen. Van egy jobb utam. I have a better way. Van egy kiváltképpen való, van egy sokkal jobb utam. I have an excellent way, a much better way, and he says. Hogy járjatok a szellemben. Walk in the spirit. Walk in járjatok love. A szellemben. Walk in the spirit. Mert ez a szellemnek az útja. Because this is the way of the mert spirit. Mert a korintusiak használták a szellemi ajándékaikat. Were using their spiritual gifts. Miközben a régi természet szerint voltak. As they were according to, they were thinking according to their old nature, which is incredible, but this is how it works. És tudod mit jelentett ez? You know what it meant? Hogy az ajándékaikkal with their gifts bántották egymást. They were hurting each other. 14-17 in chapter 14, verse 17, they were hurting each other with their gifts. Kárt tettek Isten munkájában. And they damaged the work of God. 14-23-ban. In 14-23. És végső soron. And ultimately, megrabolták saját magukat they is. Robbed themselves. És akkor too. Pál azt mondja. And then Paul says, figyeljetek, mutatok nektek egy jobb utat. Listen, I will show you a better way. Tudom, hogy ez nem jön automatikusan. I know it doesn't come automatically. De járjatok a szellemben. But walk in the spirit. És akkor nem viszitek véghez. And then you will not do a régi természetnek az akaratát. The will of the old nature. Galácia 5:16. In Galatians 5:16. Akkor nem jártok 16, abban a régiben. Then you will not walk az in the old. Walk in the new. Walk in this life. A legnagyobb csata, ami valaha létezett és létezik. The greatest battle that has ever been. Nincs békesség. There's no peace. Ha csak unless nem jövök át a másik oldalra. I come to the other side. Ha én természeti vagyok. If I'm natural. Ha én régi ember vagyok. If I'm the old person, akkor mindig gyanakodni fogok. Then I will always be suspicious. Erre a szemfazékra. Of this holy person. Mindig gyanakodni fogok. I will always be suspicious. Jézus idiótára. Of this Jesus freak. Mindig ott lesz. It will always be there. Ha csak nem jövök át erre az oldalra. Unless I come to this ha csak nincs side. Meg ez az új természet unless az életemben. I have this new nature in my life. Soha nem lesz meg az a békesség. I will never have this peace. És Róma 8-ban. And in Romans 8. 7. és a 8. versben. Verses 7 and 8. Azt látjuk, hogy ez kölcsönös. You can see that this is mutual. Isten is úgy néz a régi természetre, hogy nem bízik benne. God looks at the old nature the same way that he doesn't trust it. Nem tudja elfogadni. That he can't accept it. Kölcsönös. It's mutual. Az új ember. The new man. Azt mondja a régire. Says to the old. De büdös. Oh, it stinks. És a régi azt and mondja az újra. Says to the new. Oh, de képmutatott. It's stinky hypocrite. És nem tud bízni benne. And he can't trust him. Tudod mi a legviccesebb tény? You know what the funniest fact is? Hogy Jákobnak nem volt egy nagy robusztus szellemi őszintén. The Jacob didn't really have a hugely great spiritual life. Inkább azt mondhatnánk, hogy volt egy kis szellemi ér, az erecske az életében. We could just say he had a little spiritual streak in his life. Tudod, mind a lányok, you know, hogy egy pici melírcsík, tudod. You know, like girls, olyan, they tudod, have these highlights, just a little highlight, just tudtam, one. Hogy ezt tudni fogod angol. Köszönöm. I knew you would know this word in English. Én nem tudtam volna, de hogy tudod, hogy Jákob ilyen volt. But Jacob was like that. Hogy nem volt egy nagy szám szellemi. Nem volt olyan, hogy megyek Istennel, és minden ide nekem az oroszlánt is. I'm going with God and give me a lion, you know. De volt egy pici. But he had a little erecske az életében. Spiritual streak in his life. És ez elég volt. And it was enough. Ez elég volt. It was enough. Ő más volt. He was different. János 15:19-ben. In John 15:19. Nem vagyunk meglepve. We are not surprised. Hogy a világ nincs odaértünk. By the fact that the world doesn't like us. Mindig van egy gyanúságunk. That there's always a suspicion around us. Hogy te miért is? Like what, why? És ezért exactly. Lenne fura. And that's why it would be strange. Ha hívőként, if as believers, ebben a világban keresném az elégedettségemet. We
we looked for satisfaction here in this world. Nagyon nehéz lenne. It would be really hard. Ez volt egy. This was one Miért thing. Fontos ez? Why is it important? Azért, mert hívőként találkozunk Because ezzel. As believers we Nem csak come a világban, across this, not only in the saját world, szívünkben is. But also in our own hearts. Tudatos döntés. We need a conscious decision. Azt mondanom, and I have hogy to say, én a szellemben járok. I want to Uram, walk in the Spirit. Lord, I love Más you. Szóval, Uram, én veled in other akarok words, járni. Lord, Tudom, I want to walk with you. I know what my natural tendency would be. It would be, vonszolom magam egész you know, I'm dragging életemben. Myself, sadly, all my life. De aztán Pastor Borcit hallottam, But és then igen, I heard és Pastor Borci, and yes, akarok, I want to run. Uram, vágyom erre, és Isten I desire for adni. That, Lord, and God will give that to you. A második, and the second thing, és ez gyönyörű a történetben, and this is beautiful in the story, ezek ketten megesküsznek egymásnak. These two make an oath. Tudod miért? Mert nem találnak egymáson fogást. You know why? Because they can't really catch each other. És ezért aztán megesküsznek egymásnak. And that's why they swear. És ez a 45, 49, 51. versben vannak. Verses 45, 49, 51. Arról beszél, hogy építettek egy halmot, it és rátettek egy oszlopot. That they built a heap and then they put a pole on it. És azt mondták, ez said, legyen az emlékeztető. Let this be our the thing that reminds us. Oda tették és azt mondták. So they put it there and they said. Ez lesz az emlékeztető. This is going to be the reminder. Hogy Nem történhet meg, hogy mi háborúzzunk. That we would be in a mi war. Nem, hogy ha te elmész emellett if haraggal, rossz szándékkal én felém, if you pass this, you know, with anger, akkor Isten intézze ezt el te veled. Towards me, then God, let God deal with you. Te jössz felém haraggal. And if you come towards me with anger, akkor Isten előtt állsz ebben a dologban. You are standing before God in this matter. És miről szól ez? What is it about? A Krisztusnak az életéről. It's about the life of Christ. És Krisztusnak a keresztjéről. And about the cross of Christ. És ez az, ahogy Isten elintézte a problémánkat. And this is how God dealt with our problem. Azt mondta nekünk. He said to us. Figyelj, van egy mód. Listen, there's a way. Ahogy jöhetsz hozzám. You can come to me. De nem azzal a gyűlölettel, gyanakvással, haraggal, but not with that anger, suspicion in your heart. Hanem csak a kereszten át. But only through the cross. Hogy nem lehet más kapcsolatunk Istennel. That we cannot have any other relationship with God. Kizárólag a keresztnek az élete. Only the life of Christ. Amikor the cross, amikor azt mondom, when I say, hívőként, as a believer, csak el akarok tingli-tanglizni, én csak úgy, hadd legyek el. I just want to get by. Akkor you valójában, know, I just wanna be. Akkor nem ezt a kapcsolatot keresem Istennel. Then in fact, I'm not looking for that kind of relationship akkor with God. Akkor nem vágyom erre. Then I don't desire that. De ez volt Lábán és Jákob között. But this was between Laban and Jacob. They said to amikor each other, elmész emellett, when you pass this, és tudod, jössz és meg akarnál and you know ölni, you come and you want to kill me, ránézel erre, then you look at this mondod, and you say, ó, oh, megesküdtem. I swore. De visszateszem a kardomat. So I put back my sword. Úgy megyek tovább. And that's how I will walk on. Hozok neked egy kötözött sonkát vagy valamit. I get you a ham or something for Easter. Ők nem csinálták volna. So they wouldn't do that. Or wouldn't have done that. De tudod, de ennyi. But this is tudod, it. Így működik igazából. This is how it works. És van itt egy gyönyörű dolog. And there's a beautiful thing hogy here. Isten that God soha nem jön felénk az ő haragjával. Never approaches us with his anger because of the soha cross. Soha nem jön felénk akarja. That he never azzal a approaches dűvel. Us with that anger. Ha megnézzünk egy ilyen verset, mint and if we look at such a verse, Máté 25:46, as in Matthew 25:46, rémisztő. This is scary. Az elképesztő, azt mondom, hogy te jó ég. It's incredible. I Isten say, ilyen? Oh my God, is God like akkor that? Én nem vagyok benne biztos. Then I'm not sure. Én akarok egy ilyen Istennel kapcsolatban lenni. I want to have a relationship with such a God. Azt mondja, it says, ezek elmennek majd az örök gyötrelemre. And these will go away into everlasting punishment. Az igazak pedig az örök életre. But the righteous into eternal life. És azt mondom, and I say, hogy érted, hogy örök? What do you mean eternal? Úgy értem, a kereszténység tele van teológiákkal, amik tagadják a pokol létét. Christianity is full of theologies that deny the existence of hell. Amik tagadják a kárhozatnak a valóságát. The reality of hell. És őszintén értem. And honestly, I understand. Pokol annyira rémisztő, because annyira elképesztő. Hell is so scary, és so incredible. Azt mondta, jó ég. And you nem say, lehet, oh my God, Isten ilyen legyen. It cannot be that God is like de az that. Igazság az,
But the truth Isten is szent, that God is holy. Isten teljesen igaz. God is completely righteous. És az én bűnöm. And my sin. Nem egy nap fejfájást okoz neki. It doesn't cause him, you know, one day of headache. It doesn't hurt him a little bit. Hanem az én bűnöm. But my sin. Az a bokorra károsztat engem. Sends me to hell. De van egy változás. But there's és a ez change az, amiről here, beszélek. And this is what I'm talking hogy, about. Hogy a kereszt. The cross. Hogyha ránézek Istenre. That if I look at God. Akkor Isten olyannak tűnik nekem, mint God egy seems to me, mint egy gangster egy baseball ütővel, tudod, like a gangster felém, with a baseball bat, he's coming towards me. Még inkább egy tehervonat. Or rather like a huge train. Ami jön 200-szal felém. That is coming towards me, you know. Jön felém, és jön, tudod, really fast and it's coming towards me. Tudod, és mi történik? And what is happening? A keresztnél. At the cross. Ez valami mássá válik. It becomes something else. És tudod, és egy barátságos ölelés lesz belőle. And it will become a friendly hug. Egy törődő szeretet. A caring love. Gondoskodás. And és provision. Valami mást látok. And I can see something mert, else. Mert Krisztus. Because Christ. Felállította nekünk azt az oszlopot, azt stood a keresztet. This pole for us, this és cross, azt mondta, and said, hogy soha. Never again. Isten soha never nem fog hozzád jönni. God will never come to you. Ezzel a haraggal. With this anger. Soha nem fog hozzád jönni. He will never come ezzel to you. Ezzel az ítélettel. With this judgment. Bíz bennem. Trust him. Higgy bennem. Believe in és me. És aztán láthatod Istennek ezt a másik oldalát. And then you will see, you can arcát, see this other side of God, this other face he has. And this is what it's about. Annyira jelentős az életünkben. Which is so significant in our life. Mert az érzelmeink nem mindig értenek ezzel egyet. Because our emotions don't always agree with this. És van egy másik oldala. And it has another side. Ha én megyek Istenhez. If I go to God. Ha Panka jönne. If Panka came. És úgy érzi. Was coming hogy annyira and mocskos. She felt annyira, she was really filthy. Annyira gyenge. Annyira and hiányos, weak and lacking, annyira nincs semmije, and, és hogyan mehetne ő Istenhez? Has nothing. How could she és go a valóság, to God? And the reality, ez tényleg lehetne ez? Could really be this? De amikor ide ér, but when she arrives here, akkor innentől, then from this point Isten on, valami mást lát. God sees something Jézus else. Látja, he sees Jesus mondja, and he says, oh, gyermekem, my child, én ismerlek téged, I know you, én szeretlek téged, I love you, és ha én hozzájövök, and if I come to imában, him, in prayer, szükségben, in need, vagy vezetést kérve, or asking for guidance, vagy járok ő vele, or I walk akkor Isten with him, azt mondja, then God én says, téged, this is how I én see you, téged, this is how I know you. Van erre egy gyönyörű példa, and there's a beautiful example for this. Zakariás 3:3-ban. In Zechariah 3:3. Azt olvassuk. We read. Hogy Joshua. That Joshua. A főpap. The high priest. Szennyes ruhába volt öltözve. He was clothed with filthy garments. Méltatlan volt a szolgálatára. He was unworthy for his ministry. Volt, he was insufficient. Hiányzott he was a dolog. Unable. És mit csinált Isten? And what did God do? Isten azt mondja. God says. Vegyétek le róla a szennyes ruhát a 4. versben. In verse 4. Take away the filthy garments from him. És azt mondja neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment. Mekkora üzenet ez nekünk? What a message figyelj, Isten this is for mondja us. Neked, God tells lásd, you. Lásd, levettem rólad. Behold, levettem I took rólad away a szennyes ruhádat, your filthy és ünnepi ruhába öltöztettelek and téged. And I gave you a nice levettem garment instead of that. A te álnokságodat. I took away your iniquities. Igazsága a tiéd. And the righteousness okay of Christ is lehet, yours. Hogy az életemben megvan ez a küzdelem. I might have this megvan struggle. Ez a húzavona. I might have this fight. És azt mondom, oh, te jó and ég. And I say, oh my God. Jó, ha egy ilyen erecske van az életem. Mit egy melírozott csík, egy hajszál. I'm happy if I have a little streak, you know, like one piece, like a hair in my life alig of faith. Alig látható, tudod, like it can ha van hardly egy szellemi be seen. Erecske az there's életemben, a akkor éppen egy búvópatakról beszélünk. You know, it's a really small one. Tudod, és nem is látható az egész. It cannot even be seen. De Isten azt mondja, but God says, én másként látlak téged. I see you differently. Jövök, when I come to you, then I don't hozzád come with judgment. Jössz, and if you come to me, akkor én sose látlak téged úgy, hogy then I never see you
with empty hands, coming with empty hands. I enjoy your love, I enjoy your desire and hunger, and I would like to fill you, I would like to give to you. Ez az, amiért olyan sokat beszélünk a keresztről. This is why we talk so much about the cross. És ezért szeretnénk egymáshoz a kereszten alapulva viszonyulni. And this is why we want to relate to one another based on the cross. És befejezésül, and in closing, az utolsó, the last thing, a 32. fejezetben, in chapter 32, másnap, bocsánat, 1 Mózes 32, az első két vers, the first two verses, amikor másnap fölébrednek, the next day they wake up, azt mondja Jákob tovább méne az ő után, it says, so Jacob went on his way, és szembe jövének vele az Isten angyalai, and the angels of God met him, és mondja Jákob, mikor azokat látja vala, Isten tábora ez, when Jacob saw them, he said, this is God's camp, és nevezi annak a helynek nevét Mahanaimnak, and he called the name of that place Mahanaim. Ami azt jelenti, hogy két tábor. Which means two camps. És ez egy gyönyörű igazság, még egy. And this is another beautiful truth in the life of the believer, and this is the last one I would like to mention today. Hogy az életünkben, that in our lives, van valami magasabb rendű, ami jelen van. There is something higher that is present. Nem az intellektusunkról beszélek. I'm not talking about our intellect. Nem a sikereinkről beszélek. Or about our success. És hanem arról. But I'm talking about, hogy Isten, this that God közöttünk van, is among us. Hogy Isten jelenléte, God's presence is with us. Jákob ezt ismerte fel. And this is what Jacob recognized. Én tábort ütöttem itt. That I set a camp here. És azt hittem. And I thought, hogy ez az egy tábor van. This is the only camp de there most felismerem, here, but now I recognize, hogy két tábor volt ezen a helyen. That actually there were two camps at this az place. Enyém, mine. És Isten is itt táborozott. And God was also camping here. Miattam. Because of me. És ez egy nagyon fontos felismerés. And az this életünkben. Is a very important discernment in our lives. Nem mindig látjuk ezt nyilvánvalóan. We don't always see that clearly. Egy Mózes 28:17-ben. In Genesis 28:17. Jákob, ugyanez a Jákob azt mondja. The same Jacob says. Oh, micsoda hely ez. What a place this is. Isten van itt, és én nem is tudtam. God was here and I didn't know it. És mi is lehetünk így. And we can be the same way. Hogy nem látom, that I nem can't ismerem see, fel. And I don't discern. Azt mondom, itt van egyáltalán Isten. Is God here? Éva mond egy bizonyságot. Eva says a testimony. És élvezem, tetszik a bizonyság. And I enjoy it, I like her de testimony. De kicsit úgy érzem, mint amit Pastor Jim mondta, ez csak papíron but van. But I feel a little bit nem like what Pastor Jim said, it's only on paper, I can't feel the reality felőle. Of it. Nincs I'm not excited about it, I don't want to run. You know, I'm not overwhelmed by it. De but hihetek. I can believe, and I can say, Mahanaim, hogy az én otthonom, my home, az, ott két tábor van, there are nem two csak a családom, camps, there are not only my family, hanem Isten tábora is ott van. But also God's camp is. Is there, it's his as well. Felismerni ennek a mindennapi valóságát, discerning the everyday reality of this at my workplace, képviselek valamit, I represent something, a BKV-n. You know, in the public, vagyok valaki. I am somebody. Isten velem van. God is with nem me. Én miattam nagy not szám because az egész. Of me. It's not a big deal because of me. Hanem, hogy Isten tábora velem van. But because God's camp is with me. Isten tábort jár közöttünk. God is camping among us. És ez egy gyönyörű dolog az életünkben. And this is a beautiful thing in our lives. Felismerni ezt. Discerning this. Ez egy gyönyörű dolog. Is a beautiful thing. Ez egy hatalmas dolog. Is a great thing. De sokszor. But many times. Elvétjük. We just miss it. Úgy érezzük, we feel hogy talán nem is igaz, that it might not be true. De Isten figyelme, but God's attention is on us. És hogy végignézzük a történetet, and as we look through the story, Jákob nem volt olyan nagy, őszintén nem teljesített. Ha én mérném, Jacob didn't really perform well. I mean, if I measured ha én mérném föl Jákobot, én megbuktatnám. If I had to measure him, I would, or if I had to test Jacob, then I would fail him. De Isten nem így csinálta but a God didn't do it like that. Hála Istennek. Thank God. Nem én mérem az életeteket. I'm not testing your lives. És egyikünk sem méri a másikét. Nobody de Isten tests others' lives, but God ott van közöttünk, is among us. Ott táborozik velünk. He's camping with us. És ez gyönyörű a számunkra. And this is beautiful for us. Hogy van egy hasonlóság, that there's a similarity, hogy mi élvezünk valamit, that we enjoy something, és Isten is élvezi azt, and God is enjoying that too.
that we are singing. És ez miért számítana neki? And why would that matter for him? Válasz az, hogy a szeretet miatt. And the answer is because of love we pray. Miért hallaná? Why would he hear that? A szeretet miatt. Because of love. Olvasom az igéjét. I read his word. És miért gyönyörködne ő ebben? And why would he delight in that? Miért mutatná meg nekem, hogy ő mire gondolt? Why would he show me what he was thinking about? Mert törődik velem. Because he cares for me. Mert adni akar nekem minden napra. Because he wants to give to me for every day. És Isten gyönyörködik abban, amiben mi. Delights in whatever we delight in, and he is camping as we are camping. And I might not see him. De Jákob látta. But Jacob saw. Hogy Isten keze rajta volt végig. That the hand of God was on him egy all nap, the way. And one day, amikor vele leszünk, when we are with him, akkor ez nagyon egyértelmű lesz. It will be very clear. De a mai nap, but today, járjunk hitben ebben, let's walk in faith bízva in ebben, this, trusting hogy Istennek this, ott van a keze, that God's hand is on every decision helyzetünk, we make, on every situation we have, and it's not an accident. Hinni, let's dare mondani, to believe and say, Uram, nem értem. Lord, I don't sokszor, understand many times, Uram, but Lord, I believe benned, and I trust kérlek, you, and please, kérlek, please, mutasd meg nekem, show me, ha nem lehet, this, if it's not possible, ha nem érthetem meg, if I can't understand nem it, gond, it's no szeretném problem, tudni, I want to know, benned, Uram, but I trust you, Lord. Oh, és ez gyönyörű. And this is beautiful. És ezzel fejezném be. And this is what I would like to finish with. Hogy Jákob volt az egyetlen, that Jacob was the only one, aki ezt látta ott, who saw that ő látta there, ezt, he saw this, ő felismerte and ezt, he discerned it, és a te életedben is, and in your life as well, Isten neked mutatja meg magát, God shows himself a te to életedben you, is, in your life Isten too, személyes veled, God is personal és with mondja, you, hogy itt vagyok, and he says, here I am, it's not an én accident, vezettelek idáig, I led you here, és én vezetlek tovább and is, I will lead you on, bíz bennem, trust me, én ott vagyok az életedben, I am there in your life. Don't forget that. Amen. 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 Isten áldjon benneteket. Amen. God bless you. Hogy vagytok? Rendben vagytok? How are you doing? Okay, are you okay? Menjél Let's pray. Atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Hálát adunk neked. We give you thanks. Tanítasz bennünket. That you are teaching us. Hogy beszélsz nekünk. That you speak to us. Régi emberről. About the old man. Az újról. About the new man. Hogy beszélsz nekünk a keresztről. That you talk to us about the cross. Urunk, hogy beszélsz nekünk a mindennapi jelenlétedről az életünkben. Lord, that you talk to us about your everyday presence in our lives. Olyan hálásak vagyunk. We are so thankful. Annyira valós vagy. You are so real. Ha van itt valaki, if there's anybody here tonight, még nem bízta soha az életét Jézus Krisztussal, you're here and you have never trusted your life kérlek, with hogy hozd Jesus, meg ezt a döntést. Then please make this decision. Minden Isten tiszteleten beszélünk erről. Every service we talk about this. Mert ez a legfontosabb döntés minden ember életében. Because this is the most important decision in every person's fontosabb, life. Mint a házastársad. This is more important than your spouse. Munkád, more important than your work. Más. It's more important than anything else. Bíz Jézus Krisztusban. Trust kérd, Jesus hogy ő Christ. Mentsen meg. Ask him to save you. If you're watching it on the internet, make that decision and say this in your heart. Jesus Christ, tonight, I'm calling on you. Please, come into my life. Save me. Jesus, I believe in you. I want to get to know you. Jesus, please, give me a new mind, new thoughts, új szívet, a new heart, új motivációkat, new motivations, egy új kezdetet, and a new beginning, egy új céllal, with a new purpose, új szellemet, a new spirit, hogy ismerhesselek téged, that I could know you. És ha ma mondtad el először ezt az imát, and if this is the first time you have said this prayer, ha ma hívod Jézust if today először, you are calling Jesus for the first time in your life, akkor kérlek, then mint please, a gyülekezet imádkozik, as the church is praying, és szeretném tudni, hogy meghoztál ezt a döntést, like tedd fel a kezed egy pillanatra, aztán le újra. So just lift up your hand for a moment and put it down. We would like to give you a gift. Van-e valaki, aki meghozta ezt a döntést, tedd fel a kezed, aztán tedd le újra. Who has made this decision? Just lift your hand and then put it down again. Is there anybody? I know most of us are believers here, but if you're not, then trust Jesus. Kérlek, csak mutasd meg nekem. Please just show it to me by raising your hand. Rendben, mennyei atyánk. Heavenly Father, köszönjük neked. Thank olyan you. Hálásak vagyunk. We are so thankful. Mindazért, amit adtál nekünk ma este. For everything you have given to us. Hogy felfrissíted a szívünket. That you refresh in our hearts. Te életeddel. With your life. With your truth. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Kérlek, álljatok Amen. Fel. Stand. Énekeljünk el egy dalt Let's együtt. Sing a song together.
Amen. Okay. Kérlek, ne feledjétek. Please don't forget. A vacsora a Kárisznak, hátul kaphatók a jegyek. Dinner and you can buy the tickets at the back. És az alapok, akik újak vagytok itt and nálunk, az ingyen van. If you are new, this de gyertek is for utána free, ide és beszéljünk róla. After the service. Okay, csak imádkozzunk együtt, akkor kérjük az Urat, mennyei Atyánk, kérjük a Te áldásodat, Te gondviselésedet, Te vezetésedet, adj Uram növekedést az életünkben, give growth in our lives, hitben, in faith, szeretetben, in love, stabilitásban, in stability, meggyőződésben, in convictions, szolgálatban. In the ministry. Imádkozunk azokért, akik utaznak, we pray for those who are traveling, különösen a GGS-ből, akik most mennek erre az útra, for the ones who védd őket, who are going on that trip from őket, GGIS, care for them and protect them. Urunk, valamennyiünkért kérünk. And we ask you for all of Jézus us nevében. In Jesus' name. Bocsáss el minket. Dismiss us. És aztán hozz vissza minket. And then bring us back. Urunk. Lord. Drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you. Lesz egy beszélgetésünk az étteremben. Tudsz jön maradni, gyere, tedd fel a kérdéseidet. Come and ask your questions. Nem, akkor Isten áldjon. If not, then God bless you.